És ez a pár perc, ez pár másodperc, és már köszöntöm is Varga Andrát, az Autonóm Területi Szakszervezet elnökét. Jó reggelt kívánok! Ugye a hír alapja az az, hogy a kormány kiadott egy dicsőséges kommunikét, mely szerint 30-35 ezer forinttal emelkedni fog majd a védőnők bére januártól visszamenőlegesen, és akkor önök írtak egy nyílt levelet Balogh Zoltán miniszternek, igen, hogy hát akkor mutassa már meg azt a védőnőt, aki ennyire örül a fizetésemelés. Ének, mert hogy ez a 30-35 ezer forint nem a fizetések emelésére jut, hanem unblock a finanszírozásra, amiből a szolgáltatók, a munkáltatók minden dologi kiadást is kell, hogy fizessenek, nem tudom, benzin, telefonköltséget, eszközöket, mi egymást. És annyit tudok még, hogy tegnap este ön is mondta, hogy válaszolt a kormány annyiban, hogy mindent megtesznek azért, hogy a munkáltatók az emelést minden nagyobb részét így a bérekre fordítsák. Mi ez a minden? Mit tehetnek? Először is azt szeretném elmondani, hogy nem tudom, hogy a kormány adta-e ki ezt a kommunikét, vagy pedig a sajtó értette félre a kormány állítását. A lényeg az, hogy a sajtóban úgy jelent meg, hogy 30-35 ezer forint béremelést visszamenőlegesen januártól megkaptak a védőnők. Ehhez képest nyilvánvalóan nem ez történt, hanem a finanszírozás emelése történt meg. Tegnap késő este láttam egy sajtó, illetve egy közlemény a kormánytól, ami erről szólt, hogy mindent megtesznek, ezt már megtehették volna. 2013-2014-ben volt egy ehhez hasonló béremelési kísérlet, amikor szintén finanszírozás emelést adott a kormány, de akkor jogszabály szerint azonnal bele is írták a finanszírozási rendeletbe, hogy hogyan kell ezt a munkáltatónak felhasználnia. Most július 28-án megtörtént a finanszírozási rendelet módosítása, de abba nem történt meg semmiféle olyan változtatás, ami arra utalna, hogy ezt a védőnőknek kell juttatni béremelésként. Ha nem történik a jövőben sem, akkor én azt olvastam, hogy nagyjából 4000 védőnőről beszélünk. Jó esetben nettó 2500-3000 forinttal többet kaphatnak majd szeptembertől készhez? A jelenlegi finanszírozási rendelet szerint a betegek után, illetve az ellátottak után, gondozottaknak hívják a védőnök az általuk ellátottakat, az ellátottak után járó finanszírozás 12%-a az, amelyet a védőnőnek bérkiegészítésre kell fordítani. Ez azt jelenti, hogy ha most 30-35 ezer forinttal növekedett a finanszírozás, akkor ez körülbelül egy ilyen 2500-3000 forint emelkedést jelent. Az sem tiszta még számunkra, hogy ez januártól visszamenőlegesen, vagy majd mostantól kell, hogy a védőnökhöz jusson, mert erre vonatkozóan sem kaptak semmiféle útmutatást a munkáltatók. Azt is mondják, hogy nagyon nagy bérfeszültség van a dolgozók között, mert hogy a védőnők kevesebbet vihetnek, az a jóval kevesebbet, mint az ápolónők. Én az ön Facebook oldalán láttam, hogy egy kollégája mutatta a fizetési papírját. Ha jól emlékszem, semmit nem változott, egy fillért sem emelkedett az elmúlt két hónapban, és talán 15 évnyi munkaviszony után ilyen 135 ezer forintról beszélünk. Nem egészen 135 ezer forint, amit 15 év munkaviszony után egy védőnő jelenleg kaphat. Ebben nincs benne most ez a 2-3 ezer forintos emelkedés. Ugyanakkor, hogyha megnézzük a közalkalmazotti bértáblához képest az egészségügyi szakdolgozói bértáblát, és azt a táblát, ami szeptembertől, illetve előrevetítve 2017 novemberétől majd a bértáblába be van illesztve, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag egy olyan bruttó 50 ezer forint különbség is lehet már szeptemberben bérek között, uh-huh, védőnök és más egészségügyi szakdolgozók között, akik hasonlóan magas iskolai végzettséggel ugyanannyi időt töltöttek el az adott szakmában. Ez egy óriási feszültséget jelent, hiszen nem értik az alapellátásban dolgozók, és itt nem csak a védőnökről kell beszélni, hanem a fogászati asszisztensekről, a házi orvosok mellett dolgozó, uh-huh, közalkalmazott asszisztensekről,
ahol még van, hogy miért van ekkora különbségtéve alapellátás és szakellátás között, hiszen a közalkalmazotti bértábla az behatárolja, hogy milyen keresetet kaphatnak, és ha ebből nincs kiemelkedés, akkor ez azt jelenti, hogy ilyen szintű feszültségek következnek, ami fokozódni fog. És önök értik, hogy miért alakult ki ez a különbség, és a döntéshozóknak mi az magyarázatuk erre? Valószínűleg azért alakult ki ez a különbség, mert hogy a finanszírozás más módon történik. Az alapellátás finanszírozása egy olyan speciális finanszírozás, ahol az ellátottak vagy betegek alapján járó fejkóta szerinti finanszírozás valósul meg, és ebbe próbálják beleilleszteni azokat a béreket, amelyeket ugyanakkor központilag határoznak meg. Az alkalmazottak esetében is nagyon nehéz a helyzet, nem csak a közalkalmazottaknál, hiszen az alkalmazottaknál is ugyanazokból a finanszírozási összegekből kell kigazdálkodni a béreket, a dologi kiadásokat és minden egyebet, ami a szolgáltatás működéséhez szükséges. Tehát, hogyha mondjuk a munkáltató azt mondja, hogy ő ennél a 12%-nál nem tud többet adni a védőnőnek, mert kell a benzinre, a telefonköltségre, akkor ez egy jogos válasz végül is. Ez egy jogos válasz, hiszen nagyon különbözőek az adott ellátási területek, és a finanszírozás az ellátotti létszámhoz van kötve. Ugyanakkor viszont nagyon fontos azt látni, hogy nagyon különböző területek vannak. Más egy védőnői körzet egy fővárosban, vagy egy nagyvárosban, mondjuk egy lakótelepes övezetben, mások a költségei is, és más egy olyan kis településen, ahol esetleg apró falvakban, 2-3 területen is kell a védőnőnek dolgoznia, hiszen ott magasabbak a költségek, több helyszínen kell tanácsadót működtetni, az utazási költségeket be kell számítani, és nagyon sok egyéb dolog is van. Azt is mondták, hogy felmérik most a sztrájk hajlandóságot, és hogyha ez pozitívba fordul, akkor szeptemberben munkabeszüntetést hirdetnek. Azért az elmúlt hónapban akár a tanárokra, akár az önkormányzati köztisztviselőkre gondolunk, akkor volt itt figyelmeztető sztrájk, de hát azért azt gondolom, hogy olyan nagyon nagy eredményt egyik területen sem sikerült elérni önök. Mit várnak egyáltalán attól, hogy mennyien lépnének sztrájkba, és magától a munkabeszüntetéstől? Ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen ráadásul az egészségügyről beszélünk, ahol a sztrájk kérdése az elégséges szolgáltatás tekintetében ugyancsak egy nagy kérdőjelet vett fel, és arról is kell beszélnünk, hogy itt nagyon sok munkáltatóval van közvetlenül kapcsolatban a védőnő, ugyanakkor nekünk a kormánnyal van konfliktusunk, ha és úgy tetszik. És a munkáltatónak ártanak? Meg a betegeknek, ugyanakkor, vagy az ellátottaknak. Így van. Ugyanakkor viszont azt gondoljuk, és erre a jogászok elkezdték megkeresni a lehetőséget, hogy a szakfeladatra vonatkozóan próbálunk egy országos sztrájkot hirdetni. Na ez most az ellátottak szempontjából mit jelent? Tehát, hogy... Ez az ellátottak szempontjából tulajdonképpen azt jelenti, hogy a sztrájk ideje alatt nem kapnak védőnői ellátást. A védőnői ellátás az még az is kérdés, hogy olyan alapfeladat-e a lakosságot alapvetően érintő szolgáltatása, ahol elégséges szolgáltatást kell biztosítani, hiszen nincs ügyelet. Nincs védőnői ügyelet, hétvégén, ünnepnapokon nincs ellátás, közvetlenül életet nem veszélyeztet, hogyha a védőnő... De az orvos munkáját meg megnehezíti, ha nincs mellette a védőnő. Mert éppen sztrájkolnak. A védőnők nagyon sok szempontból önállóan végzik a munkájukat, tehát nincsenek közvetlenül összekötve, minden esetre nagyon nehéz helyzetet is teremtődhetnek. Ugyanakkor viszont azt gondolom, hogy meg kell mutatnunk azt, hogy van egy határ, ameddig lehet a humánumra, az emberségre, az emberszeretetre appellálva embereknek plusz feladatokat adni, de van az a pont, amikor úgy érzi a munkavállaló, és én mint szakszervezet azt kell, hogy mondjam, hogy ez a pont elérkezett, amikor valamiféle jelzéseket kell tenni. Az eddigi jelzéseink, amelyeket írásban megtettünk 2013 óta folyamatosan... Nem értek célt. Nem értek Csak célt. Egy rövid választ szeretnék kapni, hogy a sztrájk hajlandóság hogy néz ki most? Mit lát?
Igen, jelentős visszajelzések érkeztek. Még tanulni kell sztrájkolni az egészségügyben. Hát beszámolunk róla, hogyha úgy megtanulták, hogy sztrájkba lépnek. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Most Gajdos Tamásra figyeljenek, mert elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk vissza.